Köszöntöm kedves nézőinket, Önök Itthon Otthon című magazin műsorunkat látják. Vendégünk a stúdióban Bódi Judit képviselőasszony, az Összefogás Hajdúnállásért frakció képviseletében, akivel egyfajta kis összegző beszélgetést készítünk az elmúlt hónapok testületi üléseiről, fontosabb kérdéseiről, mondja el majd frakciója, képviselőcsoportja véleményét, állásfoglalását, illetve a legutolsó testületi ülésről is. Jó estét kívánok, képviselőasszony, és akkor hát hogy kezdjük ezzel az összefoglalóval, hiszen azért most nyári szünet van a testületi ülések sorában, bár ez nem jelenti azt, hogy esetleg rendkívüli testületi ülés nem kell összehívni, nem kell dönteni valamiben, de úgy nagy általában most azért nyári szünet van, tehát egy picike kis összegzést tudunk tenni az elmúlt hónapok történéseiről. Köszönöm szépen a meghívást, és igen, már van képviselő. Már össze van hívva a rendkívüli képviselőtestület ülés jövő hétre, úgyhogy ezért dolgozunk attól, hogy nyári szünet van. És amikor beszélgettünk és készültem erre a testület ülésre, erre a beszélgetésre, akkor egy kicsit vissza gondoltam én is, és távolabbra, tehát erre a ciklusra. Legfőképpen sajnos az a szomorú esemény adott erre okot, hogy így visszagondolva, ugye talán a Kálai képviselőtársunk volt, aki meghalt úgy, hogy aktív képviselőként, de az, hogy egy cikluson belül két képviselőtársunktól is elköszöntünk, azért ez nagyon ritka és szomorú. Ugye hát 20-ban halt meg, nem, 21-ben Éres András képviselőtársunk, és most ugye Ötvös Attila. Úgyhogy ebbe a tekintetben elég szomorú ez a ciklus. Úgyhogy hát én mérhetetlenül sajnálom Attilát. Én nagyon jól tudtam vele együtt dolgozni. Egy felügyelőbizottságban voltunk, és tényleg akármilyen vérzivataros is volt esetleg egy-egy esemény, vele mindig emberi módon tudtunk beszélgetni, és például ott a felügyelőbizottságban megtalálni a problémákra a megoldást. Úgyhogy végtelen sajnálom, és nyugodjon ő is, és a többiek is békében. Ha viszont vissza kell, hogy lépjünk, mert hogy az élet megy tovább, ugye nem volt egyszerű ez a ciklus, ugye 2019-től, hogyha visszagondolunk, ugye egy novemberi időszakban, november végén valahogy úgy tettük le a képviselői eskünket, és utána ugye 20-ban rögtön jött a Covid. És ugye a polgármester úr nagyon sokat elmondja, hogy az az első év a zsarolás éve volt. És ezen egy picit elgondolkodtam, mert ugye az ember megy előre, 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 és már néha elfelejt vissza gondolni, és hát tulajdonképpen nem pontosan értem, hogy mit ért az alatt, hogy egy év alatt, vagy egy évig folyamatos zsarolás alatt volt, ugyanis amikor megalakult a képviselőtestület, az egyik legnagyobb sarkalatos probléma az az volt, hogy hány alpolgármester legyen, és ebbe pont neki volt egyébként kérése az, hogy ő részéről két alpolgármester jelölését kérte, és ugye Török István volt a harmadik. De ugye nem sokáig tartott ez az időszak, mert azt ne felejtsük el, hogy majdnem egy fél évig, tehát márciustól ugye bejött ez a különleges jogrend, és önmagán kívül már sem kellett megbeszélni a döntéseit. Ez egészen ugye tartott talán 20 őszéig, már most pontosan nem emlékszem a hónapokba, tehát ott azért olyan sokat nem kellett a képviselőkkel vitatkozni, és ugye 21 nyarán halt meg képviselőtársunk, Éles András, és ott ősszel volt az időközi választás. Azért azt szeretném elmondani, hogy az azért nagyon furcsa, hogy a hajdunállási lakók kialakítottak egy igen furcsa helyzetet, ugye ezt a 6-6-ot, amit érdekes zsarolásnak nevezni. Én azért azt gondolnám, hogy rávett arra minket, vagy rá kellett volna, hogy vegyen minket, hogy tulajdonképpen muszáj, hogy kommunikáljunk egymással, és valamiféle kompromisszumot hozzunk létre.
És az azért is érdekes, mert ne felejtsük el, hogy 2010 előtti ciklusban ugye az a furcsa helyzet volt, hogy Éles András volt a polgármester, de a Szólád Tibor által vezetett képviselőcsoport volt többségben. Tehát ott azért mégis végig lehetett vinni egy olyan 4 éves ciklust, ahol azért meg kellett kötni a kompromisszumokat ahhoz, hogy működőképes legyen az önkormányzat, és működött is. Pont most egy ügy miatt visszanéztem egy képviselőtestületi ülést. Na most konkrétan olyan hosszú képviselőtestületi ülések voltak, hogy nagyjából egy napi rendi pont volt olyan hosszú, mint most mondjuk egy teljes képviselőtestületi ülés. Tehát én azért azt gondolom, hogy ezt az időszakot úgy megélni, hogy ez a zsarolás időszaka, azért ez fölöttébb érdekes. Ugye az időközi választás hozta a 7-5-ös többséget. Az időközi választásról én nem tudok mást mondani, mint hogy én még soha életemben nem éltem meg olyan mocskos kampányt, mint amit ott akár én személyesen is megéltem. De jó, lépjünk tovább, de az biztos, hogy hozott egy olyan nagyon furcsa kommunikációt a képviselőtestületbe, amit én magam sem értek, amit talán a minden testületi ülésen a minimum a kommunistázás, talán a csúcs az az volt, amikor már ugye ezáltal ki is léptünk a országos médiába, ahol a nőiség és a nőkkel kapcsolatos igen érdekes megjegyzés sikeredett polgármester úrtól. Tehát ezt azért én nem igazán értem, hogy miért kellett, hogy ennyire elmenjen ez a szélsőséges kommunikáció. De számomra ami a legnagyobb meglepetés, hogy egyre kevesebb súlya van annak, hogyha ott a televízió nyilvánossága előtt állítunk valamit, annak azért legyen némi alapja. Magyarán hazugságok ne hangozzanak el a képviselőtestületi üléseken, és mondjuk csak példaként hadd mondjam el az utolsó testületi ülést, ugye ahol Dózsa Miklós képviselőtársunk állított egy olyan dolgot, hogy egy kalandparkot a gyerekek nem tudták használni, majdan ugye ott nem volt lehetőség rá reagálni, de egy fényképes poszttal igazolta a civil szervezet, hogy egyébként ez az állítás nem igaz, és még akkor is megy a vita ezen, hogy de most akkor ki tudta használni ezt a parkot, pedig szerintem sokkal egyszerűbb lett volna, hogyha odajön, és mondjuk megkérdezi azt, aki működtette azt a parkot, hogy hogyan is van ez, hogyha őt ez annyira érdekli. De én ezen még tovább lépnék. Számomra a döbbenet az a mondat, amire én is azt tudom mondani, hogy elindult a kampány lassan, pedig még több mint egy év van hátra, vagy talán most már egy év van hátra. Már kevesebb, mint egy év. Kevesebb, mint egy év van hátra, hogy az ellenzék nem támogatja a fejlesztéseket. Az ellenzék nem örül a város fejlődésének. Az ellenzék mindennel szemben megy. Na most én csak egyszer szeretném azt hallani, hogyha valaki megmondaná nekem, hogy melyik az a fejlesztés, amit mi nem támogattunk. Egy fejlesztés volt, ami körül vita alakult ki, ez volt a munkásszállás, ahol elmondtuk, hogy ott sem maga a fejlesztéssel van a gondunk, hanem a helyével, mert egy lakótelep közepén nem biztos, hogy jó helyen van, de kellett az ellenzéki szavazat ahhoz, hogy egyébként megvalósuljon, tehát semmit nem gátoltunk meg, de az összes kommunikáció arról szól, hogy egyébként az ellenzék megakadályozza a város fejlődését, pláne nem tud neki örülni, pláne ha egyáltalán eljön az átadásokra, akkor fancsali képpel áll az átadásokon. Szóval ezek azok a kommunikációs eszközök, amiket én értek, hogy miért van, csak azért nagyon erőteljesen tudnám cáfolni, és nagyon kíváncsi lennék rá, hogy mik ezeknek az alapjai. Ugyanis örülünk, minden fejlesztésnek örülünk, még úgy is, hogy azért én is megkapom azt, hogy nem értenek velem egyet abban, hogy minden típusú projektet meg kell valósítani. És erre mindig megkapom, hogy azzal, hogy sárga festéket vásároltunk és úgy alakítottunk ki bicikli utakat, vagy mondjuk emeletes piacot akarunk építeni, ezeket például miért kell támogatni? Vagy mondjuk ott van egy MotoGP pálya. Nem gondolnám, hogy azt kellene mondanunk, hogy egyöntetően mindenki örült ennek a fejlesztésnek, az más kérdés, hogy mi lesz majd a végkimenetele, de akkor is odaálltunk, mert én is azon a
gondolatiság mellett vagyok, hogyha hajdonállás tud fejlődni, akkor azt tegyük meg, és ha ide tudnak hozni forrásokat, akkor hozzuk ide. Ezzel nagyon sokan nem értenek egyet, de ennek ellenére folyamatosan ez a kommunikáció. De még egyet tovább lépek, meghallgattam polgármester urat, amikor ebből a székből értékelte ő is az előző időszakot, és végtelenül szomorú lettem, amikor azt mondta, hogy neki 2010 előtt városvezetőként egy célja volt, hogy egy család újra hatalomra kerülését megakadályozza. Nem tudom, milyen családról beszél, de ha egy városvezetőnek semmi más célja nincs, mint hogy kiszelektálja azt, hogy Hajdonálláson milyen családok élhetnek és nem élhetnek, akkor ez borzasztó szomorú. Mert azért azt elmondanám, hogy szerintem az ő politikáját, vagy az ő tevékenységét is biztos vannak Hajdonálláson olyan családok, akik támogatják, de ahhoz viszont nincs joga, mert ő Hajdonállás polgármestere, hogy ő eldöntse, hogy Hajdonálláson milyen családok élhetnek, és mondhatják el a véleményüket. És ugye az a gondolatiság, hogy 2010 előtt Hajdonállás úgy nézett ki, hogy itt fújt a homok, mentek az ördögszekerek, mint ezekben a Western filmekben, és itt aztán a fű se nőtt, sőt, Éles András képviselő társam mondott egy ilyen mondatot, ami tetszett, hogy egyesek szerint 2010. október 3-a után kezdődött az időszámítás Hajdonálláson. És én azért visszanéztem, mert ő még annak idején egy posztban ezt leírta, hogy 94 és 2010 között milyen fejlesztések valósultak meg Hajdonálláson. És körülbelül másfél oldal az a feljegyzés, ami történt, de a teljesség igénye nélkül főtérfelújítás, gimnázium felújítása, új iskola építése, városi sportcsarnok építése, a fürdő fejlesztése három ízben, mert ugye volt a szolgáltatóközpont, a gyógycentrum. Több lépésben valósult meg. Akkor voltak azok az alapvető infrastruktúrális fejlesztések, mint a víz, tehát a ivóvízfejlesztés, a szennyvízfejlesztés, és még nagyon-nagyon sok mindent felsorolt ő a posztjába, amin még én is meglepődtem, mert nem emlékeztem rá, mert legfőképpen az utolsó időszaknak ugye a főtér, a gimnázium, a szennyvízfejlesztés és egyebek ragadtak meg nekem is, például az óvoda kialakítása, a Nikodémusz utcán, de mondjuk például a helytörténeti gyűjtemény épületének kialakítása, vagy tényleg nézhetném, és volt két olyan fejlesztés, aminek már csak a pályázata volt 2010-ben, és majd a következő időszakban valósították meg. Tehát azt állítani, hogy 2010 előtt semmi más célja nem volt a városvezetésnek, csak hogy innen elmenjenek az emberek, és itt a fűsenőt, hát azért azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős állítás, és itt még egyszer szeretném hangsúlyozni, az ellenzék is nagyon örül mindennek, ami a fejlődést hozza Hajdonálláson, és támogatjuk. Lehet, hogy nem vagyunk ott minden átadó ünnepségen, de egy zárójeles megjegyzés, minden meghívót egy-két nappal előtte kapunk meg. Én személy szerint, amikor csak tudom, meg tudom oldani, akkor biztos, hogy ott vagyok, és próbálok nagyon mosolyogni, hogy ne fancsali képpel álljak ott egy ilyen átadáskor, mert fontosnak tartom. Ha egy kicsit közelebb lépünk, mert ugye azt kérte szerkesztő asszony, hogy nézzük meg szeptembertől mondjuk a mostani... Igen. Mondjuk azt, hogy egy évad, egy cím. Igen. Én magamban adtam egy ilyen kis alcímet ennek az időszaknak, hogy a 40 millió forintok időszaka. Első költségvetés elfogadásánál nagyon nem értettünk azzal egyet, hogy a hivatalnak meg kellett takarítani, vagy meg kell ebbe az évbe takarítani 40 akárhány millió forintot a személy jellegű, tehát béreken és járulékain. Ez nem megy másképp csak úgy, hogyha az ott dolgozóknak a juttatásaihoz, vagy az álláshelyéhez nyúlunk hozzá, vagy pedig valami tartalékból, de itt egy első 40 millió. Következő 40 millió, amiről most folyik majd a vita, és majd erre részleteiben visszatérünk,
amit ugye tartozásként az önkormányzat elengedett, magyarán lemondtunk arról, hogy bármikor... Tehát ugye ez a szociális szövetkezet. Igen, a szociális szövetkezetnek a 40 millió forintja, lemondunk róla, és körülbelül két testület ülésen keresztül azt fejtegetjük, hogy egyébként ez nem is olyan nagyon sok pénz. És bejött a harmadik 40 millió forint, ami egyébként 44 millió forint, hogyha jól emlékszem. A kormány meghozta azt a döntést, hogy a baloldali települések önkormányzati vezetői nem sarcolhatják tovább a gazdákat, és eltörlik a földadót, a baloldalit idézőjelbe tenni, mert természetesen hajdunálásra is igaz. És ugye megjelent az a határozat, ami szerint visszamenőleg erre az évre vissza kell fizetni a földadót. Tehát a teljes 44 millió forint az, ami érinteni fogja a költségvetést. Tehát most így hirtelen három ilyen 40 milliós tétel van, amiről azért azt gondolom, hogy lehetne beszélgetni. És még mielőtt rátérnénk ezeknek a kifejtésére, tehát az előző testület ülése, még egy dolog megütött a fülemet, ez a... Állítsuk meg azt, hogy összefonódik a gazdasági hatalom a politikai hatalommal. Ez még nagyon tetszett. Tehát nem volt még olyan önkormányzati ciklus, amikor a jegyző ellen bármilyen eljárás indult volna, és megpróbálok nagyon pontosan fogalmazni, hogy nehogy tévedjek. Nem tudom, hogy milyen típusú eljárás, és nagyon érdekes, mert most utána néztem, már lassan több mint egy éve nem hallunk e felől a ügyfelől, hogy ez most hol tart, pedig annó azt ígérte polgármester úr, hogy fogja a képviselőtestületet tájékoztatni, hogy most nincs miről, vagy mi történik, nem tudom. De ugye az is miről szól, ami a probléma, hogy a gazdaság és a politika összekapcsolódott ugye a közbeszerzésen keresztül, de ugye nem akarok ebbe belemenni részleteiben, mert... szerettem volna is kérni képviselő azt, hogy itt erről ne beszéljünk, mert nem tovább. Tudhatjuk, és tehát ez újabb visszaverza következő dolog nagy lenne. Figyelemmel hallgatom, és ezt is elég határozottan szeretném mondani. Nincs problémám a Kenderes kertben lévő, és mérhetetlenül sajnálom, hogy nem tudtam itt lenni azon a rendezvényen, ahol a legszebb birtok zsűrizése történt, mert tényleg szívesen ott lettem volna. Nincs problémánk a Kenderes kertben lévő tevékenységgel. Igaz, hogy a Facebook oldalon épp most pár nappal ezelőtt föltette valaki a kérdést, hogy tulajdonképpen kinek is a tulajdona, meg hogy hogyan, mennyire működik ez gazdaságosan. Ugye ez az önkormányzat tulajdona. Az, hogy most gazdaságosan hogyan működik, ezt én nem tudom megmondani, mert ugye, ha jól gondolom, akkor, és nem tévedek benne, a közmunkaprogramon belül működik, jó. És nyilván ez egy teljesen komplex dolog. De ami ott van, az kétségtelen tény, egy olyan színes színfoltja a hajdunálásnak, ami egy pluszt hoz a város életébe. A Kenderes kert és a tartósító szövetkezet viszont nem összekeverendő, mert ez egy két külön dolog, bár van egymással kapcsolata. A Kenderes kerthez visszatérve ugye a biogazdaság, a rövid ellátási lánc és egyéb ügyek, ezek is nagyon fontos színes foltjai a városnak, talán az előző beszélgetés 40-45 percében egy ilyen 15 perc majdnem erről szólt, ami tulajdonképpen polgármester úrnak a szívügye, és egyébként a saját gazdaságának is, mert azért azt mondjuk már ki, hogy polgármester úr a legnagyobb biogazdaság, lehet, hogy nem jól tudom, de majdnem tehát a nagyobb között van Hajdonálláson, akinek biogazdasága van. Tehát azért ez az ő magán szférája is, és szívügye, amivel semmi baj nincs, de azért ez erőteljesen összekapcsolódik az önkormányzati irányjal. Itt azt szeretném hangsúlyozni, nem ezzel van a problémánk. Azzal van a problémánk, és akkor térjünk rá vissza, hogy az előző képviselőtestületi ülésen mi történt. Az önkormányzat oldalán van problémánk, hogy jogilag nem megalapozott az a döntés, hogy az önkormányzat a tartósító szövetkezet felé, aki ugye a Kenderes kerttől kapja az alapanyagot, és ugye ezt a tartozás nagy részét abból halmozta föl, hogy kapta onnan az alapanyagot, csak nem fizette ki a számlákat,
az önkormányzat oldaláról nem értünk azzal egyet, vagyis nem látjuk jogilag megalapozottnak, hogy a 40 millió forint tartozást elengedheti az önkormányzat. Itt nem a tartósító szövetkezetnek a dolgozóival van a problémánk, nem a tartósító szövetkezet árujával van a problémánk, azzal, hogy az önkormányzat hogyan alapozza meg azt a döntését, hogy 40,3 millió forintot tartozást, úgymond tartozást elenged. Mondom ezt azért, mert mi történt a múltkori képviselőtestület ülésen. Megint a vita végén, hopp, előkerült egy határozati javaslat, ami az előzőt módosította. Ugye mi volt az előzőbe? Hogy azt mondtuk, hogy azért engedjük el, mert behajthatatlan tartozás. Így volt? Itt is nagyon hosszan igen. Beszéltünk róla. Ehhez képest most mi történt? Rájött a városvezetés, vagy a jegyző, vagy nem tudom kicsoda, hogy ez jogilag nem állja meg a helyét, mert ez nem lehet behajthatatlan tartozás. Kiemeltük ezt a jogi hivatkozást, és betettünk egy ilyet, hogy a PTK 5-ös törvény. Na most a PTK 5-ös törvény, szeretném mondani, durván 500 oldal. Nem vagyok jogász, de nagyjából egészében ez. Ha egy jogszabályi hivatkozást teszünk be, azért alapvetően meg szoktuk mondani, hogy milyen paragrafus, milyen bekezdés, vagy egyáltalán mire értjük. Ami számomra kérdéses, hogy én pedig azt gondolom, hogy az államháztartási törvény vonatkozik a közpénzeknek az elengedésére, vagy szabályaira, és az államháztartási törvény viszont ennél sokkal szigorúbb, mert ugye én rá is kérdeztem jegyző úrra, hogy mégis milyen alapon gondolja azt, hogy a PTK-ről vonatkozik, és ő azt mondta, hogy egy általános megállapodás alapján, ha két fél megállapodik valamibe, akkor elengedhető a tartozás. Csak egy problémánk van ezzel a dologgal, az az, hogy ez közpénz. És közpénzt elengedni egy olyan szervezetnek, egy olyan kvázi gazdasági társaságnak, akiknek magánszemélyek a tulajdonosai, ugye ezt már sokat elmondtuk, ez én azt gondolom, hogy nem megalapozott. És itt folytatnám a mondatot. Szerintem van rá jó megoldás. És én ott is elmondtam, hogy azt keressük, hogy jogilag hogyan lehet a tartósító szövetkezetet olyan helyzetbe hozni, hogy tudjon tovább működni, mert fontos, hogy működjön tovább, de ez a jogi megoldás, ez nem jó erre. Mert nem tehetjük meg, hogy ennyi pénzt elengedünk. Ami számomra sajnálatos, ugye elmondja a polgármester úr, hogy egy ilyen színjáték történik a képviselőtestület ülésen, le is vannak osztva a szerepek, valahogy így ezt lejellemezte, és amikor ők pedig szeretnék megmagyarázni, hogy mi történik, az senkit nem érdekel. Kettő darab képviselő indítványt nyújtottam már be, ami kifejezetten arról szólt, hogy én azt kérem, hogy magyarázzák el, hogy melyik döntésnek mi a háttere, mert szerintem nincs rendben. És még az, hogy szerintem nincs rendben, az csak egy dolog. De nem értik az emberek sem. Ezért mondanak esetleg olyan mondatokat, aminek nem biztos, hogy igaz az alapja, de nem értik. És hogy mondjuk el nekik. Ehhez képest a szavazó gépezet fogja, és az az egyszerűbb, hogy inkább leszavazzuk, csak ne kelljen róla beszélni. Tehát én azért azt gondolom, hogy ezek azok az ügyek, amit elvárnak tőlünk a hajdunánási lakosok, ezért alakítottak ki 2019-ben, és akkor most egy kicsit visszautalnék, egy 6-6-os arányt. Tehát azért azt gondolom, hogy jelezték felénk, hogy azért kell, hogy legyen egy olyan pólus, aki azt mondja, hogy igenis szól azokért az ügyekért, amit lehet, hogy át kellene gondolni. És akkor még nagyon-nagyon finoman fogalmaztam. És akkor, bocsánat, hogy közbevágok, akkor önök ezt tovább is viszik, tehát szorgalmazzák, hogy akkor ennek legyen folytatása a szociális szövetkezet történetének? Igen. Ősszel vagy rendkívül? Határozottan azt gondolom, hogy igen, mert ez nem maradhat így. Én ott is elmondtam, hogy értem, hogy ez kompenzáció, értem, hogy... De hát például, mivel nem oldottuk meg a szociális szövetkezetnek azt a problémáját, hogy azt a tartozást engedtük el, ami az önkormányzat felé van. És akkor most már nem megyek bele, mert már megszólítottam, azt mondom jogosan,
hogy egy gazdasági társaságot nevesézzek ki televízió nyilvánossága előtt, de azért van ott egy kis probléma még a további tartozásokkal is. Szerintem például a sokkal fontosabb lett volna azt kezelni, mint hogy az önkormányzat felé, mert hát az ott egy külső vállalkozóknak a jó indulatán múlik. Az önkormányzat a saját cégével szemben soha nem fog úgy fellépni, hogy mondjuk meginogjon a szőnyeg alatta. Igen, tovább fogjuk vinni. Nagyon-nagyon remélem, hogy nem kell jogi útra terelni, és itt egy felütést szeretnék tenni. Borzasztó rossz az a mondat, véleményem szerint, hogy ha valakinek nem tetszik, akkor jelentsen föl. Egy civil szervezet nem az önkormányzatot jelentette föl bírósági tárgyaláson, pusztán keresi az igazát, hogy egy szerződés egy adott időpontban érvényes volt, vagy nem volt. Ennyiről szól, nem többről. Ez a TEDEI IKSZT története? Ehhez képest mióta megy a per, azóta folyamatos vagdalkózás van, hogy mert följelentette az önkormányzatot, és az önkormányzattal szemben hogyan jár el. Keresi az igazát. Ezek után azt mondani, hogy ha valakinek valami nem tetszik, akkor jelentsen föl. Hát hány ember van, aki egyébként felveli vállalni azt a procedúrát, hogy most végigviszi, mert azért az nem egyszerű, de ez nem jelenti azt, hogy innentől kezdve mi mindent megtehetünk, mert senki nem fogja szóba hozni. Előző testületülés, jegyzőkönyv. Igen, ezzel is volt. Mérhetetlenül sajnálom, hogy ebben is megy a lebegtetés. Mert mindig mi szoktuk megkapni, hogy mi lebegtetünk. Még egyszer hangsúlyozom, nem a jegyzőkönyvvel van a baj. Nem a jegyzőkönyvvezetővel van a baj. Nem azzal a folyamattal van a baj. Azzal van a baj, hogy a határozati javaslatban nem ez került be. A határozati javaslatért egy ember a felelős, a jegyző. Az egy rövid kivonat, 2-3 mondatnál szinte soha nem több, ami vége van a testületülésnek, és 3 nap múlva megjelenik. Semmi köze nincs a jegyzőkönyvhöz. De abba kőkeményen azt kell, hogy tartalmazza, amire a képviselők felemelték a kezüket. Vagy így, vagy úgy, vagy amúgy. És ezt arra fogni, hogy mert mi lerágott csontként itt a jegyzőkönyv, meg a jegyzőkönyvvezetés, nem a jegyzőkönyvvel van baj. És akkor az előző testületülésen az a válasz rá, hogy jó, akkor ellenzéki képviselő ne legyen jegyzőkönyv hitelesítő. Aztán utána átgondolta a mondatait polgármester úr, és végül beengedett engem például jegyzőkönyv hitelesítőnek, tehát én is ott vagyok, elolvastam, például már azóta le van hitelesítve az előző képviselő testületülés jegyzőkönyve, semmi baj nem volt vele. Nem ez volt a bajunk. Az volt a bajunk, hogy nem az került be a határozati javaslatba, és ez egy nagyon durva hiba. Hát hibának gyenge mondat, vagy szó a hiba, de nevezzük hibának, és ezt tettük szóvá. És lehet képviselőket, gúnyolni, hogy most akkor ki olvas föl valamit. Nem véletlenül olvasta fel képviselőtársam azt a hosszú dolgot. Azért, hogy szó szerint bekerüljön a jegyzőkönyvbe, hogy az, aki ellenőrzi, az egyel, tehát a kormányhivatal, lássa, hogy mi volt a problémánk. Mert ugye kérte képviselőtársam, hogy... Igen. Tehát hogy is ugye elhangzott, hogy gyakorlatilag a jegyzőkönyv az végül is csak kivonat, tehát nem szó szerinti leírata a testületüléseknek. Igen, de nekünk nem is a jegyzőkönyvvel volt a bajunk. A határozati javaslattal, ami ugye az összefoglalója, és ugye a határozati javaslat miért fontos egy önkormányzatban? Mert szó szerint azt kell végrehajtani. Tehát onnantól kezdve kérdezi meg bárki. Mert az, hogy most az előterjesztésben egy mondat, hogy hangzik, vagy hogy lehet érteni, vagy mondjuk a jegyzőkönyvben, mert ugye nem szó szerinti jegyzőkönyv, most ezen felül lehet kerekedni. Nem. Egy határozati javaslat, és ezt nem lehet rákenni a jegyzőkönyvvezetőre, mert nem ő róla szól. És hogyha tovább megyek, hogy mi hogy állunk a testülethez, vagy mi hogy állunk a városvezetéshez, vagy a döntéshozatalokhoz. Azért ezt már olyan sokat elmondtam, van durván 30 napi rendi pont egy testületi ülésen. Ebből 4-5 napi rendi pontnál többnél nincs vita.
Mert azokon, tehát mi nem azért ülünk ott, hogy kekeckedjünk, hanem ami rendben van, mehet, azokat szavazunk. Még nagyon nem is beszélünk róla, mert általában a bizottsági ülésen, még ha bármi kérdésünk van, azt ott föltesszük, és megyünk benne tovább. Ezt akartam egyébként most mondani, megmondtam már akkor is, amikor jeleztem, amikor elkezdtük ezeket a beszélgetéseket, hogy tulajdonképpen, tehát aki kívülről nézi a testületi ülést, annak nem tűnik fel. Jó, persze vannak a személyeskedésig menő szurkapiszkák, tehát bár szerintem ez minden képviselőtestületben előfordul, kivéve ahol teljesen egyértelmű az összetétel, mert ez általában minden testületben így van, de a napi rendi pontok meg az előterjesztések azok, én azt mondom, hogy 95%-ban gond nélkül végig mennek. És tényleg van 1, 2, 3, ami valamilyen oknál fogva, úgymond mindig terítékre kerül, ilyenfajta terítékre kerül. Igen, és azt szerettem volna még elmondani, hogy lehet, hogy ez kívülről nem látszik, de a mi képviselőcsoportunknak azért vannak ilyen alapelvei, ami szerint megy a szavazás. Ha egyszer egy év elején nem tudjuk elfogadni a költségvetést, mert elmondjuk az indokainkat, és utána a költségvetéssel kapcsolatos napirend van, akkor általában tartózkodunk. Nem ellene szavazunk, mert például egy átvezetés, egy könyvelési dologgal nem lehet nem egyetérteni, mert az egy szakma, tehát hogy néz neki, hogy mi azt mondjuk, hogy nem jó helyre van könyvelve, vagy nem jól van átvezetve. De ugye hát maga, ha a költségvetést nem szavaztuk meg, akkor ugye azt mondjuk, hogy ezzel jelezzük a tartózkodást. Vagy például itt van az ingatlan értékesítések. Világosan elmondtuk, hogy például a lakásértékesítéseknél azokat a lakásokat tudjuk megszavazni, ahol a benne lakó bérlő jelzi, hogy szeretné megvásárolni a lakását. Azt minden esetben megszavazzuk. Egyébként ingatlan eladásokat és lakáseladásokat nem szoktunk megszavazni. Vagy most az előző képviselőtestület ülésen volt a temetővel kapcsolatos ügy. Én el is mondtam, hogy kimentünk, megnéztük, rendben találtuk a temetőt, tehát magával, mert ugye egy bővebb előterjesztés volt, magával a temetővel nem volt gondunk, ami volt, azt elmondtuk jobbító szándékkal, viszont az előző döntésünknél, ahol a díjakról szavaztunk, és ez az előterjesztés már csak azt vitte tovább, mi azzal nem értettünk egyet, mert magasak azok a szolgáltatási díjak szerintünk, ami meg van fogalmazva a temetői szolgáltatásoknál, ezért például tartózkodtunk. De azért ezeknek mindennek van egy alap gondolatmenete, hogy mihez hogy állunk. Van úgy, hogy ezt minden esetben elmondjuk, van úgy, hogy nem. Amikor már mi valamivel szemben szót emelünk, akkor annak indoka van. És én megpróbálok, személy szerint én is és képviselőtársaim is, utána menni azoknak az információknak, amit mi ott közvetítünk, hogy megállja a helyét. És egy nagyon érdekes dolgot hagy mondjak el, hogy ugye a mi beszélgetéseinket ugye sokszor úgy kezdtem ebbe az évben, hogy a vita ugye elmarad az alpolgármester asszonnyal, és egy ügyre nem emlékeztem, és már mondtam, hogy belehallgattam az előző ciklusnak a képviselőtestületi üléseibe, és Csorbási István képviselőtársam, ő ugye menet közben lemondott, már nem tudom melyik időszakban, elmondta, és azt nehezményezte az akkori Éles András polgármester úrnak, ugye akkor baloldali kormány volt, de itt ugye a többség az Szolár Tibor képviselte, hogy ő neki nagyon nem tetszik, hogy elzárkózik az elől, hogy egyetlen egy országos ügyet nem hajlandó a hajdunállási képviselőtestület megtárgyalni. No, eltelt ugye 10 pár év, és ugyanez a vita csak fordítottan, hogy ugye azért nem ülünk itt, és már ketten alpolgármester asszonyja, mert mondván mi országos ügyeket hozunk be a képviselőtestületbe. Ez csak egy ilyen kis apró finomság, ami így megütötte a fülemet. De visszatérve rá, hogy én továbbra is azt gondolom, hogy kell az az irány, hogy el kell, hogy mondjuk a véleményünket,
utána kell, hogy menjünk. Ezt én mérhetetlenül sajnálom, hogy személyeskedéssel kell, hogy lereagálja akár polgármester úr, akár a városvezetés, hát ugye ott volt a békepárti nyilatkozatnak a tárgyalása. Tehát szerintem nincs erre szükség, és én biztos vagyok benne, hogyha ezt egy picit végighallgatnák, hogy egyébként mi miket vettünk föl, és egy perccel elgondolkodnának rajta, akkor még ezek a viták is sokkal kevésbé lennének élesek. Mert itt ez a tartósító szövetkezet ügy is. Tehát nem az alapokkal van a gond, hanem hogy végig kellene gondolni, hogy van rá jó megoldás, és nem lehet benne hagyni egy olyan sztorit, ami szerintünk nem megalapozott. Tehát összességében, hogyha most összegezni kell néhány mondatban, hogyan értékeli az elmúlt néhány hónapot, vagy mondjuk az egész évet az önkormányzat képviselőtestületi tevékenységét? Ez az a ciklus, már most hirtelen azért álltam meg, hogy hanyadik ciklusom most így hirtelenjébe. Én most érzem magam a legrosszabbul ebbe a képviselőtestületben. Pontosan ezért a személyeskedések miatt. Én továbbra is azt tudom, hogy én is és képviselőtársaim is rengeteg energiát fordítunk arra, hogy amit szóvá teszünk, az megalapozott legyen. A továbbiakban is azt az irányt kell, hogy vigyük, hogy igenis észre kell, hogy vegye polgármester úr is, és a városvezetés is, hogy itt vagyunk, és nem azért, hogy kárörvenjünk, vagy ne örüljünk Hajdúnás városának fejlődéséért, vagy az emberek boldogulásáért, mert nincs olyan hülye ember Hajdúnáláson sem, meg sehol se, aki annak örül, hogyha mondjuk egy város nem fejlődik. Mi is azért vagyunk, azért dolgozunk, ezért gondolkodunk, és ezt vinni is fogjuk tovább, de azt senkinek kérje tőlünk, hogyha valamit nem tartunk helyesnek, vagy nem tartunk jónak, azt nem fogjuk elmondani. Akkor is, hogyha fenyegetnek, hogyha személyeskednek, hogyha bármi történik, akkor is el fogjuk mondani. Ha ez a stílus kell, én mérhetetlenül sajnálom, mert mondom, az előző időszakban vérre menő viták voltak ott is. Nem mondom, hogy nem volt személyeskedés, mert nem lennék őszinte. Főleg így, hogy visszahallgattam ezt a képviselőtestület ülést. De én szerintem el kell mindenkinek gondolkodni azon, hogy hogy alakult ki 2019-ben a 6-6. És miért? Képviselő asszony, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Hát, hogy a közeljövő vagy, hiszen már nincs egy év, mint ahogy a beszélgetésünk elején is elhangzott a következő önkormányzati választásig. Hát érdekes dolgok történhetnek még ez alatt a jó 11 hónap alatt. Meglátjuk, hogy hogy lesz, mint lesz, mi, hogyan alakul. Azt gondolom, valóban mindenkinek végig kell gondolnia, mit és hogyan, mi módon tett. Van, aki tényleg úgy gondolja, hogy jó úton jár, nem tudom, tehát, hogy ezt mindenki maga tudja eldönteni. Ezt hogy azért, hogy egészítsem ki, nagyon sok jó dolog történik a városban. Én ezt kimerem mondani, és szoktam is mondani. Nagyon sok jó dolog történik, ezért nem értem, hogy azok, amire meg fölhívjuk a figyelmet, hogy át kellene ezt egy picit gondolni, mert hogy azért vannak külső tényezők, lásd gazdasági helyzet, vannak jobb ötletek, lehet, hogy még jobban tudna menni. Az is, ami jó dolog. És továbbra is el fogunk menni, és mosolyogni fogunk, és meg fogjuk nyomni a gombot minden egyes fejlesztésre, és nem fog egyedül maradni a városvezetés, mert talán szerkesztőasszony mondta azt, hogy amikor egy fejlesztést például átadunk, akkor azt hangzik el, hogy Hajdúnánás fejlődik. Így van, persze. És nem a polgári összefogás, vagy a összefogás Hajdúnánásért képviselő csoport az, aki megszavazta, de mi is megszavaztunk mindent. Közeljövő majd meglátjuk, hogy hogyan alakul, mint alakul, illetve egy picit a távolabbi. Még egyszer köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen.